református köznevelési díjat kapott Szülők Akadémiája, hatásos a jégkármérséklőrendszer, súlyossá vált családi vita. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 14-én 18 óra 5 perckor. Takácsné Csikós Anikóval, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgató helyettesével beszélgettünk, aki a napokban református köznevelési díjat kapott dr. Fekete Károly püspöktől. A díjat a Tiszántúli Református Egyházkerület alapította 4 évvel ezelőtt, és minden évben az egyházkerület éves közgyűlésén kapják meg a pedagógusok. Most engem is ez az örömért tudtuk meg Takácsné Csikós Anikó igazgató helyettestől. Ezt a Debreceni Református Kollégium dísztermében kaptam meg, ott vettem át, és ez egy nagyon-nagyon szép alkalom volt. Végighallgattam előtte a püspök úr teljes tájékoztatóját, és utána következtünk mi pedagógusok, amikor átvehettük ezt a díjat. Ez a 38. tanévem, így van már nagyon-nagyon, tehát több díjat kaptam, mindegyiknek nagyon-nagyon örültem, hiszen ide tudom sorolni a Karcag kultúrájáért, Karcagváros kultúrájáért díjat, aminek szintén nagyon örültem, de tulajdonképpen ez, ahogyan a püspök úrtól ezt megkaptam, tehát ezt sorolom ide, igen, amikor már ez teljes elismerés. Szeretném megköszönni igazgatóasszonynak, hogy ebben támogatott és fölterjesztett, illetve a fenntartónknak, nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes úrnak, a nevelőtestületnek, diákjaimnak, diákoknak és a kedves szülőknek. Hogy mi tartotta a pályán? A legfontosabb a gyermekek szeretete. Mindig erre a pályára készült, nagyon jó a szülőkkel, a kollégákkal a kapcsolata, de régi tanítványaival is tartja a kapcsolatot. A legeslegfontosabb a gyermekek szeretete. Én mindig erre készültem. Most ezzel kapcsolatban eszembe jut a népmese napján, és meséltem is, és beszéltem a gyermekkorról, meg a pályámról, és ott is ezt tudtam elmondani, a gyermekek szeretete, és nyilván a későbbiekben, ahogy a szülőkkel való kapcsolatom, a kollégákkal való kapcsolatom, tehát ez így lett kerek egész a pályámon. És egyre többször találkozom már volt tanítványokkal, és hát ebben a technika is sokat segít, mert nagyon sokszor van az, hogy a Facebookon egymásra bukkanunk. Sokan lettek pedagógusok, már volt, tehát a volt tanítványok közül, már volt olyan, aki itt gyakorlatát is töltötte, és ez szerintem egy pedagógusnak mindig nagy-nagy öröm, hogyha ilyenekkel is találkozhat. Úgy véli kezdőként a György István iskolában jóval szigorúbb volt, és ahogy változott a világ, már nem annyira szigorú. Szerintem kezdőkoromban jóval szigorúbb voltam. Ezt igazgatóasszonnyal szoktuk beszélni, hiszen az ő 2 gyermekét is tanítottam, hiszen én a György István általános iskolában kezdtem, és igazából az alapokat nekem az az iskola adta meg. Nagyon-nagyon szép éveim voltak ott is természetesen, és ahogyan az ő 2 gyerekét tanítottam, ő ismerte az én módszereimet. Ahogyan az évek teltek, ezen kellett változtatni, ahogyan változott a világ. Szerintem már nem vagyok annyira szigorú, de erről a gyerekeket és a szülőket kellene megkérdezni. A technika fejlődésével sokkal másabb módszereket kell alkalmaznia, mint pályakezdőként. Nehezebb és összetettebb, hiszen nyilván mozgékonyabbak, de ebben bennünket nagyon segít a technika, hiszen, mint ahogyan ismert tantermeinkben benne van az interaktív technika, és sokat is használjuk, és erre viszont nagyon figyelnek a gyerekek. A tanári hivatástól nem térítette el soha semmi, ezt kezdte annak idején, és hitte, hogy végig ezen a pályán marad. A gyerekek szeretete, a sok-sok versenyeredmény is alátámasztja, hogy jól választott. Szeretnek a gyerekeink, nagyon sokat versenyeznek mindenféle területen. Elég sokat készülünk ezekre, hogy jól sikerüljenek, de természetesen ehhez kell a gyerekanyag, és ez megvan a mi iskolánkban, tehát szívesen vállalják, bár ez jóval több és plusz feladat, de jönnek, és készülünk, és csinálják, és ez nagy-nagy öröm számunkra. A kikapcsolódást az olvasás és a mozgás jelenti számára, nagyon szeret tornázni és túrázni is, a teljes egészében aktív kikapcsolódás jelent számára.
Elsősorban az olvasás, ami szellemi, de ezen kívül a mozgás. Én nagyon szeretek tornázni. Nálunk van az iskolában egy nagyon jó kis csapat. A testnevelő kolléga, Orosz István tart nekünk egy nagyon-nagyon jó tornát, és ez is egy jó felfrissülést jelent, illetve városi tornákra is járok, de túrázni is szeretek, és ez teljes egészében aktív kikapcsolódást jelent számomra. A Kátai Gábor Kórház adott otthont a Szülők Akadémiája című előadássorozat következő részének. Az előadás állami finanszírozásból megvalósuló EFOP-os pályázat keretén belül kerül megrendezésre. A megjelenteket Horváth Névas Erzsébet, az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője köszöntötte, majd ismertette a program fő célját. Elmondta, hogy szeretnének a kisgyermekes édesanyáknak, illetve a középiskolás gyerekek szüleinek segíteni az étkezéssel kapcsolatban, az egészséges táplálkozás, az étkezési zavarok, valamint az egészséges immunrendszer kialakítása okán. Az előadás során az előadók útmutatása arra irányult, hogy mire figyeljen a szülő, hogyan, milyen módon táplálkoztassa gyermekét, milyen tünetek esetén kell orvosi segítséget kérni, valamint milyen módon lehet táplálkozással segíteni az egészséges immunrendszer kialakítását. Az előadások több témában kerültek a publikum elé. Az egészséges táplálkozás alapjairól, egészséges ételek készítéséről, étkezések megtervezéséről, a tálalásról is szót ejtettek az előadók. A gyermekétkezési zavarok a Pszichológia tükrében címmel Dánielné Nagy Ildikó klinikai szakpszichológus tartott előadást. Őt táplálkozással az egészséges immunrendszerért című előadásával dr. Hegedűs Ilona gyermekorvos követte. Majd a dr. Vas Éva gyermekorvos tartott beszámolót az ételallergiák és intolerancia témakörében. A felelősséggel az egészséges felnőttkorért címmel Somodi Tünde dietetikus szólt a megjelentekhez. Végül Barta Vivien védőnő adott tájékoztatást az egészséges gyermeki fejlődés ismérveiről és fontosságáról. Az előadások után az érdeklődők feltehették kérdéseiket a szakembereknek. A későbbiekben is terveznek ilyen összejöveteleket a karcagi járáshoz tartozó 5 településen, így Karcagon kívül Berekfürdőn, Kunmadarason, Kisújszálláson és Kenderesen egyaránt. A szervezők várják a visszajelzéseket a családoktól, hiszen az egyik lényeges dolog, hogy ilyen fórumok által minél szélesebb körben kaphassanak felvilágosítást, tájékoztatást a fent nevezett témákban. Ez egy komplex dolog, amiről minél több ismeretet szereznek a szülők, annál tájékozottabbak lesznek, és némi önképzéssel teljes rálátást kaphatnak a témákban, hiszen ezeket a problémákat csak is együttműködve lehet megoldani, ami nem csak az egészségügyben dolgozókon, hanem a gyerekeken és a szülőkön is ugyanúgy múlik. A talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer működtetése miatt 1 milliárd forinttal csökkentek a kárenyhítési alap jégkárok után kifizetett kiadásai, és több 10 milliárd forintos kártól védte meg a mezőgazdaság mellett a lakossági és önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat és eszközöket, ipari létesítményeket is. Európában egyedüliként Magyarországon épül ki uniós és nemzeti támogatásból az ország teljes területét lefedve a jégkármérséklő rendszer, amelynek működtetésére az Agrártárca a kárenyhítési alapból évente 1,5 milliárd forintot biztosít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számára. A rendszer működésének hatékonysága a biztosítók jégkár kifizetéseiben is megfigyelhető, hiszen 2017-ben közel 6,3 milliárd forint volt, addig tavaly ez az összeg 3,2 milliárd forintot tett ki, tudta meg a televíziónk Feldman Zsoltól, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkárától. Györfi Balázs, a NAK elnöke, stábunknak elmondtam, hogy idén a tavalyi évnél korábban, már április 15-én megkezdte működését a rendszer, amelynek második üzemelési évében a gazdálkodók 37 ezer hektárra jelentették be jégkárt, ez nagyjából fele a 2017-es utolsó országos védekezés nélküli töltött év értékének. Az idén is többször voltak tapasztalhatóak szélsőséges időjárási viszonyok, heves zivatarok, a tavalyi évvel ellentétben azonban az idén nem a lokális,
hanem a frontokkal érkező zivatarok voltak jellemzőek, amely megnehezítette a védekezést, fűzte hozzá Györfi Balázs. A NAK elnöke közölte, hogy a jégkár aránya az összes bejelentett mezőgazdasági káron belül tavaly és idén 13% alatt maradt, míg a 2015-2017-es átlag 32% felett volt. Így a statisztikák szerint a rendszer használata nélküli utolsó 3 év átlagához viszonyítva ez az arány több mint 60%-kal csökkent. Az idén még a tavainál is szélsőségesebb időjárás miatt az összes zivatarhoz tartozó kárbejelentés közel kétszeresére nőtt. Tavaly 45,5 ezer hektár, idén 85 ezer hektár tett ki. Addig a jégkár aránya a zivatarkárokon belül a 2018-as közel 50%-ról 44%-ra csökkent, ugyanaz a szám 2015-2017-ben több mint 84% volt. Az idén a jégkármérséklő rendszerben a védekezést végző generátorkezelők az április közepétől szeptember végig tartó 169 napos védekezési szezonban országos szinten 101 napon kaptak riasztást. A megyék közel idén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében üzemelt a legtöbbet a rendszer, mintegy 447 órát, a legkevesebbet 227 órát pedig tavalyhoz hasonlóan Győr-Moson-Sopron megyében. Az országos lefedettséget nyújtó összesen 986 darab talajgenerátorból álló rendszer generátorórai ezüst jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét. Családi vitából dulakodás, majd szurkálás lett Karcag egyik utcáján. Megrázó tudósítás következik. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság eljárást indított testi sértést büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy karcagi fiatal ellen. Egy karcagi asszony lánya volt élettársával szóváltásba keveredett. A vita később dulakodássá fajult, amelyet észlelt a nő 15 éves fia. A fiú kést ragadott, anyja védelmére kelt, és anya támadóját többször megszúrta. A 21 éves férfit kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. A 15 éves fiút kollégáim a helyszínen elfogták, előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság testi sértés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A 15 éves fiú 17 óra körül észleltem, hogy édesanyja és testvére volt élettársa a házuk előtt utcarészen vitatkozik, majd dulakodni kezdenek. Mikor az anya a földre került, magához vett egy kést, és édesanyja támadóját többször megszúrta. A kórházba szállított férfi az elsődleges orvosi vélemény alapján súlyos sérülést szenvedett. A rendőrök a fiatalt még a helyszínen elfogták, a karcagi rendőrkapitányságra előállították, gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!